A székely támadt vár. Székely udvarhely büszkesége, régmúlt idők vén tanúja, a székely támadt vár. Az egykor délceg várfalakban ma fák gyökerei kapaszkodnak, a hajdan büszke bástyákat is alaposan megcsonkította az idő. Valamikor erős vár állt itt. Utazzunk vissza az időben, tegyünk együtt virtuális sétát abban a székely támadt várban, amit több száz évvel ezelőtt a székely vörös darabontok őriztek. Darabontok, utána indul! A középkori székely udvarhely északi peremére egy enyhe kiemelkedésű, természetes magaslatra épült a székely udvarhelyi vajdai, majd fejedelmi vár. Oda, ahol a feltételezések szerint az a városnak nevet adó kora Árpád-kori királyi kúria állt, amelynek helyén a 13. század második felében egy domonkos kolostor létesült. A 15. század végén a kolostor mellett akart várat építeni Báthori István erdélyi vajda és székely ispán, de tervét a székelyek ellenállása meghiúsította. A ma ismert vár együttes az 1562-es székely felkelés után épült fel. A szabályos alaprajzú, négy saroktornyos erődítmény a felkelés emlékére a székely támadt vár nevet kapta. A várat palánk és a küküllő vizével feltöltött vizes árok vette körül. A várudvarba délnyugati irányból egy fahídon és a felvonható külső kapun áthaladva, majd fokozatosan emelkedve a belső kapun keresztül lehetett bejutni. A bejáratnak egy félkör alakú, tömör torony nyújtott oldalfedezetet. A várnak speciális megoldású védőművei a déli és keleti ágyútornyok, a fóris és a hajdubástya. A nyolcszögű hajdubástya háromszintes építmény. Földszintjének fedezékbe épített ágyúállásaival és a földdel feltöltött falszorosával egy bástya jellemzőit hordozza magán, két felső szintje a késő középkori tüzérségi tornyok sajátosságaival rendelkezik. A szinteket fafödémekkel választották el egymástól, a tornyot gúla alakú sisak fette. Az olasz bástyás hadi építkezés hű képe a bejárat melletti kisméretű bánfi bástya, amely nevét bánfi farkas vagy pál várkapitányokról kapta. A háromszintes lőrésekkel ellátott építmény szintén fedett volt. Az északi oldalon áll és az 1620-as években Kornis Ferenc királybírósága idején épült a vár legnagyobb és legfiatalabb védőműve, a Telekdi bástya, amely nevét arról a Telekdi Mihályról kapta, aki 1567 és 1571 között volt a vár kapitánya. Az úgynevezett Füles bástya belső, földdel feltöltött terében ágyúkazamaták voltak. A várudvaron a félkör alakú torony mellett állt a várőrség épülete, azaz a drabantház, innen a fóris bástyáig kettős fal húzódott kazamata rendszerrel. A belső várnak három szárnya volt. A kétszintes épület együttes északnyugati szárnyában a fejedelem számára kialakított termek és lakosztályok voltak. Ugyanitt kapott helyet a székely főkapitány és az udvarhely széki főtisztségviselők, azaz a székkapitány, királybíró és a vele általában azonos várkapitány. Az északkeleti oldalon lakosztályok és az udvarbírák háza állt. A kolostor templomból átalakított délkeleti épületszárny még Orbán Balázs idején is őrizte középkori jellegét. A templomépületet a 17. században két szintre osztották. A világi terek mellett egy református imatermet hoztak létre benne. A palota belső udvarát a földszinten nyitott oszlopcsarnok övezte. Virtuális barangolásunk a székely támadt várban itt véget ér. Kilépünk a Tompa László utcára, a város szívébe, amelynek ma is tekintélyes ura a vár.
A valamikor a székelyek megzabolázására épített bástyák, a várpalota vissza nem épül már. De van remény és akarat is arra, hogy a romló falak megmeneküljenek a végleges pusztulástól, a vár pedig visszakapja az őt megillető rangját és szerepét Székelyudvarhely életében. Hiszen rég megérett az idő arra, hogy az udvarhelyi várnak ne csak múltja, de jelene és jövője is legyen.